Pest Erzsébeten az egész adventi időszakban koncertekkel, karácsonyi vásárral és különböző programokkal várták a kerületieket délutánonként. Az egyik ilyen alkalmon a Lajta Zeneiskola tanárai és növendékei szórakoztatták a közönséget. A zenével 5 éves korom óta foglalkozom, és lassan nyugdíjba megyek, innen ki lehet számítani, hogy nagyon sok éve. 29 évig vezettem az ország egyik nagyon jó gyermekkarát. 3 éve tanítok itt szolfést, és tavaly kaptam azt a lehetőséget, hogy a gyerekeket összeszedjem, és kórust alakítsak belőlük. Miről is szól vajon valójában ez a kis kórus? Kikből áll, és hányan vannak ők? Mivel foglalkoznak? A kiskórus, főleg az alsó tagozatosokból, mindenféle hangszeres gyerek van közöttük természetesen, de van egy-két felső tagozatos is közöttük, ugyanis a zeneiskolának van egy másik kórusa, ahol az idősebbek énekelnek. Tulajdonképpen a zeneiskolának a koncertjein veszünk részt, vagy ha ilyen szép felkérés érkezik, hogy egy karácsonyi adventi időszakban énekeljünk. Milyen énekeket szokott tanítani a gyerekeknek? Ők ezt hogy szokták fogadni? Mennyire van egálban a gyerek akarata és a tanár akarata? Hát megszoktam már a hosszú évek során, hogy nem az én kedvenceimet kell elsősorban megtanítani, vagy azt úgy kell bevezetni, hogy nekik is a kedvencükévé váljon, hanem inkább azokat, ami nekik tetszik. Nagyon szeretik a vicces énekeket, nagyon szeretik az állatokról szólót, a meséset, karácsonykor pedig azt, ami fülbemászó, és amit talán más ünnen is ismernek, ennek a feldolgozásait szívesen éneklik. És akkor térjünk rá erre a mai szép felkérésre. Karácsonyváráson vagyunk éppen. Mit fognak előadni a mai este folyamán? Természetesen karácsonyi énekeket. Nagyon nemzetközi műsor lesz, ugyanis francia, angol, német, magyar, 17. századi Vietoris kódexből való ének is lesz, és egy kánon, ami mind-mind a karácsonyvárásról szól. Mennyit szoktak próbálni, gyakorolni mondjuk egy héten? Nem sokat, hiszen a gyerekek nagyon elfoglaltak, tehát összesen másfél óránk van egy héten arra, hogy gyakoroljunk, és ott is még sokszor gyereknek koncert, egyéb iskolai elfoglaltság, de igyekszünk mindig összeszedni magunkat. Hogyha az ön életére nézve, vagy ha a gyerekekre nézve kérdezném azt, hogy mit ad egy gyereknek a zene, az éneklés, mit nyerő abból, hogy ő énekelhet, és hogy kiadhatja a hangját, az érzéseit ezáltal? Azt hiszem, nálam okosabb emberek is elmondták már, hogy a zenének gyógyító ereje van. Nagyon furcsa, de fiziológiailag is a sok-sok kilégzés és a mély belégzés már gyógyítja az embert. Ezen kívül az az érzelem kifejezés, amit ők akár szomorú, akár vidám, akár vicces a dal, el tudnak így mondani, az nagyon sok energiájukat, esetleg feszültségüket szabadítja föl. Ön mit kívánna Pest Erzsébetnek és például a kiskórus minden egyes tagjának karácsonyra? Azt, hogy maradjon ez a kerület békés, maradjon szép, a gyerekek olyan környezetben nőhessenek föl, hogy utána felnőtt korukra becsületes, jó lelkű, igaz emberek legyenek. Egy másik adventi délutánon a Nem adom fel együttes lépett színpadra. A csapatról és annak hitvallásáról a zenekar vezetője nyilatkozott. Nem adom fel együttes 20 éves idén. A 2018-as év ennek a 20 éves jubileumnak, illetve a jubileum megünneplésének a jegyében telt. Egy nagy Budapest arénás koncerttel ünnepeltünk szeptemberben, ahol Csaba testvér alapítványának a 25. jubileumát ünnepeltük, a Nem adom fel együttesnek pedig a 20 éves születésnapját. A Nem adom fel együttes sérült énekesekre épülő együttes. 20 éve tulajdonképpen egy utcán zenélő egyszál gitáros csapatként kezdte meg a munkát az akkori törzs gárda. Én akkor még nem voltam az együttes tagja. Néhány évre rá találtam rájuk, vagy találtak rám, és 14 éve
működünk ebben a formában, ahogy most is a színpadon fogunk muzsikálni. Hányan vagytok, és milyen a korosztálybeli megoszlás? A Nem adom fel együttes szólistáim mind sérültek, tehát nagyon vegyes társaság, mert van látássérült, mozgáskorlátozott, hallássérült, értelmileg akadályozott, szóval egy nagyon színes csapatról van szó. 9 fős az alapfelállás, tehát egész évben járjuk az országot, meg most Moszkvában voltunk, tavaly Kínában voltunk, Németországban, tehát a világ minden táján koncertezünk, muzsikálunk, turnézunk, ám amikor nagyobb szabású koncertek vannak, akkor van, hogy 20-30-an is fenn vagyunk tánckarral kiegészülve a színpadon, szóval az egy igazán színes karnevál szokott lenni. Valójában mit szeretnétek közvetíteni, közölni a közönséggel? Ha nem adom fel, együttes sérült énekesei azt próbálják megmutatni, példát mutatva, hogy minden ember elég gazdag az, hogy másoknak segítsen. Minden ember elég gazdag az, hogy másoknak adjon, hogyha nem is pénzzel, ha nem is materiális dolgokkal, akkor egy jó szóval, egy öleléssel szebbé lehet tenni a másik ember napját. És így próbáljuk mi a nem adom fel lelkületet átadni, hogy bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, állhatunk úgyis a dolgokhoz, hogy még mélyebbre ássuk le magunkat, és állhatunk úgyis, hogy na hát akkor együtt gyere, összekapaszkodunk, megpróbálunk mosolyogva egy kicsit tovább menni, hát ha szebb lesz úgy. Jól tudom, hogy a Nem adom fel étterem is hozzátok kapcsolódik? Így van, a Nem adom fel kávézó és étterem egy nagyon régi álmunk volt, 2,5 éve januárban jöhetett létre a 8. kerületben. Ez is egy olyan, nagyon sokféle dolgokkal foglalkozik a Nem adom fel alapítvány, ami most már 10 éve működteti a Nem adom fel együttest is. A kávézó is egy ilyen dolog volt, de emellett Nem adom fel házokat működtetünk Borsod megyében, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek egyfajta napközi otthont hoztunk létre. Ott megtanulhatnak olyan dolgokat, amit esetleg otthon nem tudnak, vagy esetleg az élet más területein használatos dolgokat, olyan tudást szerezhetnek, amivel utána kilépve az ő közegükből kitárulhat a világ előttük. Tehát ilyen a Nem adom fel ház is, ilyenek a Nem adom fel táborok, ami nyáron vannak, ilyen a Nem adom fel együttes is, tehát nagyon szerteágazó tevékenységünk. Gondolom a közönségetek egy részét a sérült emberek teszik ki, másik részét pedig az ép emberek. Mennyiben szól ez az egész az érzékenyítésről? Tudtok-e lépéseket tenni ez ügyben? A közönségünk nek nem túl nagy részét teszik ki a sérültek. Aki a Nem adom fel így holdudvarához tartozik, sérült, ő általában valamilyen szempontból belekapcsolódik vagy a fellépésbe, vagy a munkába. A Nem adom fel alapítványnál most már több mint 130 munkavállaló van, és ennek 90%-a sérült ember. Tehát igyekszünk munkát teremteni a sérült barátainknak, társainknak, és a koncertekkel elsősorban nyilván mindenkinek szól, de elsősorban az ép emberek felé egyfajta iránymutatás, egyfajta példa, egyfajta tükör is egyébként, hogy nézzen szembe saját magával, hogy az ő élethelyzetében, az ő sorsának a forduló pontján miképp él meg helyzeteket, és akkor nézze meg azt a sérült embert, aki bizonyos szempontból nehezebb helyzetben van, mint ő, és ő mégis máshogy tudja megélni. De azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy Nem adom fel együttes énekeseinél mindenki sérült, tehát mindenkinek valami fogyatékossága van. Ennek ellenére, mint előadók, professzionális előadók, tehát az, hogy a színpadon, a stúdióban, a próbateremben hogy dolgozunk együtt, azt szinte egyáltalán nem befolyásolja az, hogy ő esetleg nem tud egyedül bevásárolni, vagy hogy ő nem látja, hogy ott van előtte egy fa, és akkor egy bottal kell kikerülnie, hiszen talán egy ilyen szituáció volt, mikor a legutóbb a lemezfelvételt készítettük, és a Marcsinak, az énekesnőknek másodszor kellett elénekelni a dalt, mert mondtam, hogy ott egy kicsit változtassunk, és akkor meg a második verszaknál megbicsaklott. És akkor így, hát úgy a munka hevében úgy kicsit idegesebben az volt, hogy Marcsi, hát bevigyem a szöveget, és akkor olvasod, és akkor így nem esett le nekem kapásba, csak egy csönd volt, és azt mondja, te barna, hozd be. És tehát, hogy annyira nem tűnik föl az, hogy ki sérült, meg ki nem sérült ebben a szempontból, mert a színpadon, meg a stúdióban ugyanúgy működünk. Én játszom 5 vagy 6 zenekarban emellett, és mivel nem másokban, Nem adom fel együttessel való közös munka, sőt, talán még kevesebb sztárral őrrel rendelkeznek az énekesek. Kijelenthető tehát, gondolom, hogy az együttes tagjait érzelmi szinten is támogatja az, hogy ők így közösen együtt dolgozhatnak. Hát annyira támogatja a közös munka a Nem adom fel együttes tagjait, mint más együttesben a közös munka. Csak annyi a különbség, hogy a sérült emberek talán előnyösebb helyzetben vannak, abból a szempontból, hogy a Nem adom fel együttes sérült énekesei mind-mind főállású énekesek. Tehát, hogy azzal keresik a kenyerüket, amit igazából szeretnek. Míg mondjuk más együttesekben sok
sok esetben azért a magyar viszonylatokban tényleg a hatod-heted rendű dolog az, hogy az ember lejut a próbaterembe, és akkor ott próbál, vagy írja a dalokat, mert hogy a csekkeket be kell fizetni, jönnek a számlák, hívogat a nem tudom ki, hogy ezzel tartozom, azzal tartozom, mennem kell, hajtanom kell, tehát ők ebből a szempontból előnyösebb helyzetben vannak, mint a nem sérült énekesek. Több évnyi tapasztalattal és történéssel a hátad mögötte, hogy látod egyébként Magyarországon az ép emberek hogyan viszonyulnak a sérült társaikhoz? Szerintem az elmúlt 20 évben, amióta mit csináljuk, ez nagyon sokat változott. Emlékszem, amikor 13-14 évvel ezelőtt kiültünk a Moszkva térre, és elkezdtünk gitározni a Nem adom fel énekeseivel, akkor minden másik ember megállt, és akkor így potyogtak a könnyei. Tehát akkor még sokkal megrázóbb volt ez, vagy sokkal inkább azt gondolták az emberek, hogy hú, hát most akkor mennyire sajnálatra méltók a sérült emberek. Mára azért nyilván a Nem adom fel együttesnek is egy kis szelete volt az, hogy abban, hogy a magyarországi emberek agyát átformáljuk, hiszen elég arra gondolunk, hogy Zakár Zoli az együttes frontembere kiáll a színpadra, és akkor akár Lovasi Andrással, Kis Tibivel, vagy bármelyik Pataki Attilával együtt felszántják a színpadot, megeszik a közönséget gyakorlatilag. Tehát ott már nem tudom sajnálni az Zakár Zolit, hiszen fölnézek rá, és egy rockstart látok. Tehát ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Meg azért, hogyha elmegyünk, mondjuk Kínában turnéztunk tavaly előtt, és Kínában nem volt egyetlen egy olyan busz sem, Pekingben például, amiben befért volna egy elektromos kerekesszék, akkor úgy elgondolkodom rajta, hogy hát akkor nem is olyan rossz a helyzet itthon. Bizony. Magyarországon egyébként van-e hozzátok hasonló csapat vagy alapítvány? Nagyon sok alapítvány van Magyarországon, és egyébként sok sérült együttes is van, nekem nagyon örülök, hiszen valószínűleg ugyanazokért a célokért küzdenek. Mi sok együttessel nagyon jó viszonyt is ápolunk, sőt, hát olyannyira, hogy a Paradance Company kerekesszékes táncsoporttal most Moszkvában együtt turnéztunk 2 hétig, úgyhogy abszolút mi, akivel tudunk, összekapaszkodunk és együtt. Nincs konkurencia, tehát ez tényleg ez a zenélésnek az a szelete, ahol jön egy másik hasonló együttes, akkor nem konkurencia, hát akkor gyere, és akkor együtt még erősebbek vagyunk. Mik a jövőbeni terveitek? A jövőbeni terveink ugyanaz, ami az elmúlt 20 évben. Sok évig azt hangoztattam, hogy az a jövőbeni tervünk, vagy az az álmunk, hogy még többet koncertezünk. Most az elmúlt 2 évben jutottunk oda, hogy nem tudunk többet koncertezni, mert szinte minden nap koncert van, sőt van, amikor 3 vagy 4 koncert is van egy nap. Most inkább az a tervünk, hogy kevesebbet koncertezünk, és kevesebb, nagyobb odafigyeléssel megvalósított koncertünk legyen, és akkor marad idő a köztes egy-egy koncert között, például most a 4. lemezünket elkészíteni, aminek májusban lesz a lemezbemutató koncertje, egy nagyon ismert budapesti helyem. Visszatérve, vagy hát rátérve a ma esti programra, mit fogtok előadni, mit láthatunk, hallhatunk, milyen stílusban, és hát mivel kezdtek, mondjuk, mi lesz az első dal? Annak ellenére, hogy nincs túl meleg, ugye, egy ilyen adventi vásáron, tél van, ennek ellenére azért nem a legbulisabb dalokkal készültünk. Próbálunk itt az advent karácsony közelettével az ünnep hangulatához illő dalokat, de azt gondolom, hogy azért a végére ki fog bújni a szög a zsákból, szóval lesz egy-két olyan dal is, ami megmozgatja az itt sétáló járókelőket. Zene, karabás, hivatalos, 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 zene, karabás